Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. Következzék a 2023. december 11-i nappal kezdődő hétnek a cigánykártya előrejelzése. Ahogy megszokhattátok, ismételten húzok 7 darab lapot, minden napra egyet, és a következő reményeim vannak mindig, méghozzá az, hogy segítséget adhatok, valamilyen kapaszkodót adhatok, valami megszólal bennetek, elvisztek tőlem egy szót, egy fél mondatot, vagy akár az egészet úgy, ahogy van, és tényleg a segítségetekre lehetnek a gondolataim. Ne felejtsétek el, hogy most még ugye karácsony előtt járunk, a webáruházamban megtaláljátok a termékeimet a www.reggeli.hu oldalon, többek közt a kétösvény tarót, vagy az optimista kártya csomagot is. Na de gyorsan nézzük, röviden és velősen, hogy mi vár ránk ezen a december 11-ével kezdődő héten. Az első lapunk a veszteség lapja. Különösebben nem gondolnám, hogy aggódnom kellene emiatt, hiszen a veszteség lapja bár minden túlbonyolítás nélkül igenis biztos, hogy hoz valamilyen típusú veszteséget, de a veszteség az nem szigorúan akár anyagi vagy valamilyen materiális jellegű veszteség, hanem lehet időbeli veszteség, vagy akár egy kapcsolati veszteség, erkölcsi vagy érzelmi történet. Egy biztos, azért figyeljünk oda ezen a hétfői napon arra, hogy mi magunk ne generáljuk és ne feszítsük túl a húrt senkinél, nehogy véletlenül az a másik fél mondjuk elforduljon tőlünk, és tulajdonképpen ugye így éljük meg a veszteséget. De azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan dolgokról vagy folyamatokról lemondunk, ami egyébként jár nekünk. Tehát csak azért, mert a környezetünk valamit nem támogat, és tulajdonképpen azt gondolják, hogy az, ami veszteségünk lehet, ne hagyjuk, mert hogyha nekünk az tetszik, nekünk az örömöt okoz, nekünk ad valamit, akkor igenis szerezzük meg azt a dolgot, ne hagyjuk, hogy elvesszen. Hiszen ugye itt is van szabad akaratunk, itt is beleszólhatunk különféle folyamatokba, és nem kell, hogy azt megéljük, hogy bármi áron valamilyen veszteséggel szembe kell néznünk. Nyilván egy veszteség lehet kicsi és nagy, és a veszteségek közül ugye azért szerintem a veszteségek jelentős részét tudjuk előre, vagy láthatjuk előre, és nyilván van olyan, ami persze kiszámíthatatlan ér utol minket, de alapvetően mégis azt mondom, hogy túlontól ne féljünk, mert nincs mitől. Inkább amondó vagyok, hogy kapkodásra lesz ítélve ez a nap, és nekem valahogy egyszerűen az jön le valahonnan a távolból, hogy ez inkább egy ilyen időveszteségekkel teli nap lesz, tehát ne vállaljunk magunkra olyat, aminek nincs vagy prioritása, vagy ideje, vagy egyszerűen mi magunk nem vagyunk arra fölkészülve, hogy azt az adott dolgot hibátlanul megcsináljuk, tehát csak mondjuk egy félig elvégzett feladat az ugye akár egy erkölcsi veszteségbe is belefuthat. Na nézzük a keddi napunkat, ez pedig a gondolat. Ugye a gondolattal kapcsolatban mindig az jut eszembe, hogy önmagában a lap sosem jelöl személy, tehát tévveszméje van annak, aki azt mondja, hogy ez egy szőke férfi és rád gondol, nem, határozottan tiltakozom. Én mindig azt gondolom a gondolatlapról, hogy sosem jelöl szemét, hanem magát azt jelöli, amit éppen gondolunk a fejünkben, ami éppen zajlódik a fejünkben, és általában ezek emelkedett gondolatok, ötletek, ideák, akár a szellemiségünknek a fejlődése, tehát akár egy önfejlesztési folyamat is előfordulhat ezen a napon, úgy, hogy annak tényleg nagyon gyors és látványos eredménye legyen. A gondolatkártya egyébként utalhat a pillanatnyi ötleteink, vágyaink, elvetemült ideáinknak a meg nem értettségére, hogy furán néznek ránk a környezetünkből néhányan, és követhetetlen számukra az, hogy mire gondolunk, miért arra gondolunk, miért akarunk ilyesmit megcsinálni. Egy biztos, alapvetően a gondolatlapja mindig arra utal, hogy legyünk racionálisak, álljunk továbbra is két lábbal a földön, cselekedjünk józanul, és minden lépésünket tervezzük meg, ez esetben pedig, ugye mivel előre gondolkodunk, nem okozhat ez az élethelyzet, illetve ezáltal ugye ez a keddi nap nekünk semmiféle veszteséget. A harmadik lapunk a szerdai napra a szerelmes férfi vagy szerető lapja. Pont a múltkori cigánykártya tanfolyamon
hallottam többször is azt a szót, hogy a szív király. Én bevallom észre, hogy ezzel annyira nem tudok mit kezdeni. Értem egyébként azt, hogy természetesen ez is tökéletesen ráérik erre a férfi szemére, de nekem továbbra is inkább a szerelmes férfi, a támogató férfinak a szimbolikája jut eszembe. Részben ugye ez jelezheti akár magát a kérdezőt is, tehát minket, magunkat, még abban az esetben is, hogyha mi ugye nők vagyunk. Azaz, ma nagyon férfiasnak, tehát szerdai napon nagyon férfiasnak, stabilnak kell lennünk, bele kell állnunk a helyzetekbe, nem szabad, hogy minket bármilyen szinten elsodorjon az ár, és nem is hagyhatjuk ezt a fajta állapotot megtörténni. De jelezhet egy külső szemét, adott esetben egy férfit, akivel akár valamilyen érzelmi típusú kapcsolódásunk alakul ki, vagy végre a várt szikra akár ki is pattanhat, hogyha van ilyen mázlia valakinek, hogy pont ezen a szerdai napon bejön egy szerető férfi az életébe. De önmagában egyébként egy támogatót is jelenthet, egy mentort, aki valamilyen formában abszolút jó szándékkal közelíti meg a pillanatnyi gondolatainkat, tetteinket és cselekedeteinket, és azt mondja, hogy figyelj, gyere, segítek neked, támogatlak, és előrébb viszem az ügyedet. Gyakorlatilag még ami nagyon fontos, hogy ugye azért ez az ember, ez békében van önmagával. Tehát tulajdonképpen ezen a szerdai napon békében lehetünk önmagunkkal, a pillanatnyi helyzetünkkel, el tudjuk fogadni azt, ami van. A negyedik lapunk a hűség lapja, értelemszerűen ez pedig a csütörtöki napunkra érkezett. Ugye láttunk rajta egy kutyát, a kutyát értelemszerűen mindig a hűséget jelképezi, és ugye a végtelen kitartást és eltökéltséget. Azaz, ültessük át ezt a való életbe, hogy legyünk hűségesek elsősorban önmagunkhoz, másodszorban az ideáinkhoz, az elveinkhez, az eltökéltségünkhöz, a terveinkhez, a céljainkhoz. És ugye persze innentől kezdve hűségesek lehetünk a partnerünkhöz, a barátainkhoz, a főnökünkhöz, tehát lehetünk tulajdonképpen lojálisak bárkivel. És azt ne felejtsük el, hogy ugye amire valamilyen formában kimondjuk ezen a csütörtöki napon, hogy emellett a dolog mellett én lerakom a voksomat és tartósan akarom csinálni, ergo hűséges leszek az adott folyamathoz, az ugye pont a véglegességet, tartósságot szimbolizálja, tehát amire ma igent mondunk, de nyilván ez igaz-e adott esetben egy nemre is, azt hosszú távra és tartósan mondjuk ki. Tehát tulajdonképpen azért az állhatatosságunk, a tudatosságunk, a rendszerezettségünk is visszaköszön gyönyörűen ebben a lapban. Tehát érdemes egyébként ezen a csütörtöki napon akár tervezni és szervezni is. A katonatiszt lapja érkezett a pénteki napunkra. A katonatiszt ugye nekem mindig egy ilyen nagyon marsikus, nagyon erőteljes, nagyon heves férfira utal, mert hogy ő szó szerint egy katonatiszt, adott esetben egy hivatalos személy, aki küzd, harcol akár önmagáért, a környezetéért, és hát ugye katonaként mi jut eszembe, adott esetben akár az országáért is megmozdul. Tele van erővel, tele van tüzességgel, harciassággal. Nyilván itt ugye pont nem ez látszik, hiszen ugye nincs a kép hátterében egy háborús élethelyzet, de mégis amondó vagyok, hogy ő az, aki túlzás nélkül föl van arra készülve, hogy bármikor kart ki kartba beleálljon, és megküzdjön valamilyen cél érdekében. Úgyhogy küzdjetek a céljaitokért, legyetek eltökéltek munkában, családi életben, hobbiban, vagy valamilyen későbbi vágy megvalósításában, és hogyha ezen a napon, ezen a pénteki napon valamilyen formában, valamilyen hivatalos élethelyzetbe kerültök, vagy valamilyen hivatalos üggyel kapcsolatban döntést kell hoznotok, akkor jusson eszetekbe, hogy biztosan jó döntést fogtok tudni hozni, racionális alapokra helyezve. A következő lapunk, ez már a szombati napra érkezett, ugye ez már 16-a, tehát nagyon-nagyon-nagyon benne vagyunk fizikai síkon a karácsony hangulatában, az advent kellős közepében. Nagyon vigyázzatok arra, hogy ti magatok ne legyetek hamisak senkivel, ne tekeregjetek mellékvágányra. Ne gondoljátok azt, hogy bármilyen formában jogotok van arra, hogy félrebeszéljetek, ne mondjatok igazat, ne legyetek őszinték. Tehát itt ugye nem szigorúan arra utalok, hogy hazudnátok egy adott dologgal kapcsolatban, de az is épp elég, ha valamit elhallgattok egy másik személy elől, mert hogy mondjuk meg akarjátok őt kímélni. Nyilván ugye a helyzet természetesen fordítva is igaz,
ugye egy hamis élethelyzetből szerintem nagyon nehéz jól kijönni, sőt, tulajdonképpen nem lehet jól kijönni, hiszen maga alap a csalásra, a hamisságra, a képmutatásra, becsapásra utal nem kicsit, hanem nagyon. Ne tegyünk senkinek keresztbe, és reméljük azt, hogy mások sem szeretnék ezt velünk megtenni. Ne tagadjuk le az igazságot, ne takargassuk a részigazságokat se. Én szerintem sokkal jobb egy ilyen kártyaalap útmutatásával totálisan őszintének lenni és bevallani azt, hogy oké, hibáztam, nem csináltam jól, hazudtam, félrebeszéltem, eltakartam előled az igazságot, vagy keményen megmondani azt, hogy merre hány méter, mint tényleg bedugni a fejünket a homokba, és úgy csinálni, mintha tulajdonképpen nem zajlódna valami képmutató és becsapáson alapuló dolog a háttérben. Ha pedig abszolút mi éljük meg azt, hogy velünk szemben hamis valaki, akkor bátran menjünk szembe ezzel a történettel, és mondjuk ki neki, hogy figyelj, én most azt érzem, hogy te nem mondasz igazat, hogy nem vagy velem teljesen tisztességes, egyenes, és sőt, ez inkább már egyfajta körmönfontoltság, amit csinálsz velem, és ahogy viselkedsz velem, és szerintem még mindig jobb ezt kimondani, tehát, hogy mutassuk meg a másiknak, hogy felismertük a helyzetet, és nem hagyjuk, hogy ez a helyzet eluralkodjon rajtunk. Az utolsó lapunk pedig a kevés pénz vasárnapra jött ki, ugye ez már a sokadik adventi vasárnapunk lesz, és nyilván itt azért az abszolút a móka kedvéért mondom azt el, hogy ne felejtsük el, hogy óvatosan bánjunk a pénzzel, nem kelész nélkül költekezni, tudatosan költekezzünk, rendszerezetten költekezzünk, mert amit elköltünk, bocsánat a kifejezésért, ész nélkül, ezen a vasárnapon, és nincs is rá szükségünk, azt már ugye nem tudjuk visszahozni, azt már elköltöttük, az már elment, az már elúszott. Sőt, lehetőség szerint, akinek egyébként sincsen meg erre a körülménye, meg a vastag pénztárcája, az inkább ne menjen el vásárolgatni, menjen el céltudatosan vásárolni olyan dolgokat, amire feltétlenül szüksége van, de feleslegesen ezen a hétvégén úgy általánosságban ne költsük a pénzünket, és különösen ne vasárnap. Én azt kívánom nektek, hogy legyen jó hetetek. Én a mondó vagyok egyébként, hogy ezzel a hétlappal olyan típusú probléma, ami ellehetetlenítés nyomorba dönt nincsen, de azért a lapok fölhívják a figyelmet arra, hogy elsősorban hétfőn, szombaton és vasárnap egy picit jobban oda kell figyelni a kommunikációra, az eszmecserékre, a megérkező információkra, hogy azokat mindig a lehető legjobb helyen kezeljük. Legyen szép hetetek!